Van, aki bringára termett. 18 magyar rekord. És egy világrekord. És van olyan is, aki bringára terem. Ta-tám! Töretlenül viszem ezt a szakosztályt, és elmondhatjuk, hogy minden idők legsikeresebb évtizedét zártuk. És bár igaz a mondás, van biciklizés és biciklizés között is különbség. Nélkülük. A kerékpározás nagykövetei nélkül. Sokkal szintelenebb lenne a világ. A Bringás Brigantik Vlog következő epizódjában két kerékpáros megszállottat mutatunk be. Filutás Árpád 1992-ben az 500 kilométeres motorvezetéses pályakerékpározás világrekordját döntötte meg. Csúcsa azóta is érvényben van, de nem csak erre lehet büszke. 18 magyar rekord, és egy világrekord. Mindegyik motorvezetéses. A Stéher versenye az azt jelenti, hogy egy nagyobb köpcentis motor mögött egy görgő van felszerelve, és az mögött egy speciális kerékpáron ül a versenyző. Másra nem alkalmas az a kerékpár, csak kimondott motorvezetéses versenyszámra. Rengeteg pályaedzés, versenyek, ebből állt az életünk lényegében. Én 77-től ezt legalább 40 éven keresztül csináltam, még a munka mellett is. Bringáztam, veterán versenyekre jártam. Bécs volt az álom, úgymond a ottani fapája. Eljuthattunk nyugatra, nem is rosszul versenyeztünk. Most inkább a fiamat támogatom a versenyzésben. Már túllépett rajtam is lényegében, ő is már sokszoros magyar bajnok. Mondhatom azt, hogy világklasszis versenyző. Tehát lehet azt mondani, nálunk is egy ilyen kicsit családi hagyomány. A családi hagyomány pedig kerékpáros körökben legalább olyan fontos, mint a millenáris velodrom szelleme, amely a kopott folyosó még kopottabb képeiről tekint vissza ránk. A nagypapám ott van az egyikem még egy kolbásszal a nyakában, mert az volt a díj a két háború között. Ő Stéher versenyző volt, az édesapám is Stéher versenyző volt, és az tömegeket vonzott. Szó szerint fürtökben lógtak az emberek, ezekről a korlátokról több ezer ember körben, az összes. Tehát nem azért vannak azok az ülőrészek ott kialakítva, mert ez jó akusztikát ad a stadionnak. Pataki Ibolya a családi hagyományokat edzőként vitte tovább. 11 évesen elkezdtem kerékpározni. 19 évesen hagytam abba az atlantai olimpiára, volt olimpiai kvótám, és ott félbeszakadt a versenyzői pályafutásom, de a családi hagyományokat vittem tovább. Nagypapám alapította a BVSC-t, és a harmadik generáció után én az apukámtól vettem át 98-ban. Azóta viszem ezt a szakosztályt. Európa-bajnokok, Európa-bajnoki második helyezettek, olimpiai kvóták születtek az elmúlt 10 évben. Én az elmúlt 5 évben a Kerékpáros Szövetség pályaszakágának szövetségi kapitánya lettem, és most az általam kinevelt 11 éves korában hozzánk került Lovasi Krisztián, mint főversenyzőmmel készülünk az olimpiára. Tegyük hozzá, hogy a kerékpársport a világ minden országában az egyik legnépszerűbb sport. A legnagyobb közvetítési számban, óraszámban adnak a Tour de France-ról azért, mert egyszerűen a kerékpársport a világ minden országában olyan népszerűségnek örvend, hogy nem tudsz az út szélén odaférni, hogy lásd a versenyzőt. Itthon egyre több ember jár kerékpárral, nem csak rollerral, kerékpárral, és mégis maga a sport elvesztette a tündöklését. Ibolyát nem olyan fából faragták, hogy feladja. A világklasszisok trenírozása mellett a legfiatalabbak felé fordult. 6 évvel ezelőtt megszületett az a gondolat, hogy nagyon szép és nagyon jó, hogy 12-13 éves gyerekeket elkezdünk kerékpározni, tanítani. Megszületett az az ötlet, hogy hát ez úgy néz neki jól, ahogy már az előttünk járó országok már nagyon jól kitalálták, hogy 3-4 éves korban kezdjük el a gyerekeket oktatni kerékpározni, és elkezdtük ezt óviba bevinni. A BVSC-nek is van egy sportovodája, ott kezdtük el prototípusként ezt legyakorolni, és itt nem minden esetben arról van szó, hogy majd ők majd olimpiai bajnokok legyenek, hanem hogy a sporták szeretetét, ezt a közlekedési formát, a biztonságos közlekedést, magát a kerékpározás örömét és szabadságát próbáljuk meg átadni egészen pici kortól a gyerekeknek. Amit nagyon szeretnénk, hogyha mások is úgy vennének át, hogy látják, hogy fú, a BVSC-t csinálja, azért a BVSC csak-csak több mint 100 éves múlttal rendelkezik, a kerékpár szakosztály is több mint 60 éves múlttal rendelkezik, lehet, hogy mégse csinálunk olyan rosszat. Azt gondolják az emberek, hogy jaj, tudok én futni, de elmész egy futóedzésre, és akkor egyből megmondják, hogy hát nem így futunk. Tudok én biciklizni, hát a nagymama is tudott, mindenki tud biciklizni.
Persze, van biciklizés és biciklizés között is különbség. Azért vannak képesített oktatók, hogy megfelelő módon adják át a kezdő lépéseket a kisgyerekeknek, hogy esetlegesen azok a gyerekek, akik majd a későbbiekben sportkarrierre adják a fejüket, és azt mondják, hogy ők szeretnének akár Tour de France-on vagy Giron versenyezni, akkor megfelelő alapokkal rendelkezzenek, és ne az legyen, hogy 2-3 évig csiszolgatjuk, hogy kiöljük belőle a gyerekbetegségeket. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a megfelelő gyereklépéseket tanulják meg. És nem azt várom, hogy majd 12-15 éves korában a számba repüljön a sült galamb, és kapjak egy kész sportolót, akiből majd én versenyzőt faraghatok. Hiszen lehet, hogy 3 éves korában nevelem majd ki a jövő olimpiai bajnokát. A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.